Láthatatlan kontroll. Tovább folytatja a rendőrség a civil autós ellenőrzéseket. Közeleg a határidő. Aki a moratórium végét követően sem tud fizetni, minél gyorsabban jelezze bankjánál a problémát, ezt tanácsolta a Híradónknak nyilatkozó szakértő. Mesélő tárgyak. Eddig soha nem látott ritkaságokat is bemutat a Vármúzeum palota történeti kiállítása. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Tovább folytatja a rendőrség a civil autós ellenőrzéseket. A tapasztalatok szerint rengeteg a gyors hajtó. Emellett sok autós lépi át a záróvonalat, vagy megy át a tilos jelzésen. Ennek a furgonnak és ennek a személyautónak a vezetője fittyethány a közlekedési szabályokra és a veszélyhelyzetre, a leállósávon szerez előnyt a többi autóssal szemben. Már-már azt hiszik, hogy megúszták, de a rend éber őreit nem lehet megtéveszteni az ilyen utolsó pillanatos besorolással. Ez a szabálytalanság 100 000 forintot vett ki mindkét sofőr családi kasszájából. A rendőrségnek azonban nem a bírságolás a legfőbb célja a majd 2 éve indított pofátlanítási akcióval, hanem a veszélyhelyzetek megelőzése, illetve a figyelem felhívása arra, hogy akkor is be kell tartani a közlekedési szabályokat, ha nincs a közelben rendőr vagy rendőrautó. A pofátlanító akció során a rendőrei sok civil autót is használnak, sőt erre építik a notórius szabálytalankodók kiszűrését. Leggyakrabban általában a tilos jelzésen való áthaladás, a záróvonal átlépés, közúti jelzőtáblák utasításainak figyelmen kívül hagyása, illetve más egyéb balesetveszélyes manőverek. Ezek a leggyakoribbak, de természetesen kollégáim sok egyéb más szabályszegés mellett sem mennek el. Vannak, amelyek szabálysértési eljárás hatálya alatt vannak, például helyszínbírsággal sújtandó szabályszegések, vagy közigazgatási bírság hatálya alá tartozó szabályszegések, de több esetben feljelentéseket is tettek a kollégáim. A BLFK szakértője elmondta, hogy szinte minden közlekedési módot ellenőriznek a pofátlanítás keretében, vagyis a gyalogosokat ugyanúgy figyelmeztetheti, illetve megbüntetheti a civil ruhás rendőr, mint ahogy biciklist, motorost, vagy éppen buszsávon közlekedő autóst. Előfordul, hogy célzott ellenőrzéseket is végzünk. Azt is el tudom mondani, hogy ezeknek a járműveknek a felszerelései adott esetben kiegészíthetők hiteles alkoholszondával, alkoholmérőteszterrel, a járművek üvegeinek fényáteresztő képességét mérő műszerrel. Több esetben előfordult, hogy a kollégák engedély nélkül átalakítás címszóval vették el a járművezető forgalmi engedélyét, illetve a zajkibocsátást mérő a járművek kipufogó rendszerének zajkibocsátását mérő műszerre is ki lehet egészíteni, illetve sok esetben előfordul, hogy az automatikus rendszám felismerő rendszer is segíti a kollégáim munkáját. Ez azt jelenti, hogy a civil autóval közlekedő rendőrök minden szabályszegővel szemben felléphetnek. A gyorshajtókat épp úgy követhetik, illetve megbírságolhatják, mint a gyalogátkelő helyen piros jelzésnél átrohanó gyalogost. A bírság mértéke persze függ a közlekedési előélettől és a szabályszegés mienségétől. Vannak bizonyos szabályszegések, amelyek közigazgatási bírság hatálya alá esnek, szabálysértési bírság hatálya alá esnek. Itt vannak fix bírságok is. A legnagyobb, úgymond fix bírság eddig, amelyet kiszabtak kollégáim, az az autópálya leállósávján való közlekedés. Ez fix 100 000 forintos közigazgatási bírsága sújtandó szabályszegés. De több esetben előfordul záróvonal átlépés, ahogy már említettem, közúti jelzőtábla hatályának, illetve utasításának figyelmen kívül hagyása. Rimóci Edvártól megtudtuk, hogy a kezdetben csak a budapesti rendőrfőkapitányság által használt pofátlanítási akció ma már az egész országra kiterjedt, és éves szinten sok ezer intézkedést hajtanak végre a civil autós rendőrök az autós társadalom döntő többségének támogatásával. Bérlethamisítókra csapott le a rendőrség Budapesten. 2 férfi nagy üzemben készített hamis bérleteket, amelyeket eredeti hőpapírra nyomtattak, így nagyon jó minőségűek voltak. A nyomozók több száz hamis bérletet, a bűncselekményhez használt eszközöket, valamint több mint 1 millió forintot foglaltak le. A hamisítók több ezer olcsóbb jegyet vagy bérletet vásároltak, amikről eltávolították az eredeti festéket, majd a megrendelőik adataival nyomtatták újra a szelvényeket. Még garanciát is vállaltak, ha a vevők lebuknak, visszakapják a pénzüket és kifizetik helyettük a bírságot. A hamisítók több 10 millió forintos kárt okoztak.
A tanév közelettével a higiénés szabályok fokozott betartására hívta fel az iskolák figyelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Mindenről levélben kapnak tájékoztatást az intézményvezetők. A szülőktől azt kérik, hogy ne vigyék közösségbe a gyereküket, ha a koronavírusra utaló tüneteket mutat. A pedagógusok döntő többsége be van oltva, és a 12 év feletti diákok közül is már 168 ezeren felvették az oltást. Az EMMI szerint ezért az idei tanévkezdés jóval biztonságosabb lesz, mint a tavalyi volt. Közben az elmúlt napon újabb 180 ember koronavírus tesztje lett pozitív Magyarországon, és a betegség szövődményei miatt meghalt egy fertőzött. Kórházban 93 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg 6861 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Hamarosan megnyitja kapuit a látogatók előtt a Pasaréti Közösségi Ház. Szeptember 2-ától várják a környékbelieket. Az első program Berec András énekes mesemondó és fia Berec István táncos népzenész estje lesz. Nem csak hitéleti, de számos kulturális eseménynek is otthont ad majd a négyszintes épület, amit a Pasaréti templom szomszédságában alakítottak ki. A ház saját kápolnával, kerttel, tetőterasszal és egy 180 fő befogadására alkalmas nagy teremmel is rendelkezik. Októbertől valamennyi hitellel rendelkező banki ügyfélnek újra fizetnie kell, lejár ugyanis a koronavírus miatt bevezetett hiteltörlesztési moratórium, amelynek meghosszabbítása többször felmerült, de egyelőre ezzel kapcsolatban nincs hivatalos döntés. A Híradónknak nyilatkozó szakértő azt javasolta, ha valaki előre látja, hogy a moratórium végét követően sem tud fizetni, akkor az minél gyorsabban keresse meg a bankját, és jelezze a problémát, illetve kérje a korábbi hitelszerződés módosítását. A hitelmoratóriumnak köszönhetően csak 2020-ban körülbelül 1800 milliárd forint maradt a reálgazdaságban, amelynek egyharmada jutott a lakossági hitelfelvevőkre, vagyis ekkora összeget költhettek az emberek a mindennapi fogyasztásukra törlesztés helyett. Magyarországon a földkerekség legmegengedőbb moratóriuma a mai napig tart, sőt további meghosszabbításáról is szó van, miközben az EU tagországokban legfeljebb 3-6 hónapra adtak fizetési haladékot a bankok. Alapvetően a kormány szándéka az, hogy meghosszabbítsa a moratóriumot a jelenlegi határidő kifutása után is. Az teljesen egyértelmű, hogy sajnos, aki a moratóriumban bent van, kisebb részben ismeri azt, hogy az moratórium alatt felhalmozott kamatot hogyan fogja visszafizetni. Ugyan a törlesztő részlet nem emelkedik, amikor újra megkezdi a fizetést, de a hosszabbodó futamidőn keresztül az időközben felhalmozott kamatot ki fogja fizetni. Ez egy negatív pénzügyi hatás, és ezt azt gondolom, hogy mindenkinek, aki moratóriumban van, tudatosan kell végig gondolnia, hogy benne marad-e, és ezzel vállalja a többletkifizetést, vagy pedig, ha megmaradt a jövedelme, megmaradt a munkája, akkor megkezdi az újrafizetést. Egy-két hónappal ezelőtt még több tízezer vállalkozás és sok százezer magánszemély volt a moratórium védőszárnya alatt. Noha a Bankszövetségtől származó információ szerint az érintettek 4/5-e már tudna fizetni. A szakértők a törlesztés megkezdését, sőt az elmaradt részletek gyorsabb visszafizetését javasolják mindenkinek, mert a késlekedésnek nagy ára van. Az MNB szorgalmazta, hogy a moratórium alatt felhalmozódott kamatrész előtörlesztését ingyenesen biztosítsák a bankok, tehát ne legyen, mert alapvetően egy előtörlesztésnek van egy 1,5%-os átlagos többletköltsége, hogy ezt engedje el a bank, hogy az adós jobb pozícióba kerüljön. A bankok erre már reagáltak is részben, több bank jelezte, hogy azt ingyenesen biztosítja az ügyfeleik számára, tehát mindenki gondolját érdemes szakértőt igénybe venni, hogyha esetleg ez nem megy egyedül, mekkora kamat többlet halmozódott fel, bennmaradunk-e, nem maradunk bent, esetleg annyira jó a helyzetünk, hogy a felhalmozódott tartozás többletet ki tudjuk fizetni. A Bankmonitor alapítója felhívta a figyelmet, annak ellenére, hogy a törlesztő részletek a moratórium ideje alatt sem változhatnak, a kamatokat utólag meg kell fizetni, ami jelentősen megnövelheti a futamidőt. Alapvetően két dolog határozza meg, hogy mennyivel nő a moratórium miatti futamidő. A moratóriumban való belépéskor hátralévő futamidő és az érvényesülő kamat. Ez a kettő határozza meg matematikailag. Hadd mondjak egy példát. Ha valaki úgy lépett be a moratóriumba 2020. március
márciusában, hogy 15 év hátralévő futamideje volt egy átlagos 4,5%-os korábban felvett lakáshitellel, akkor számára minden egyes moratóriumban töltött hónap 1,7 hónappal növeli meg a teljes futamidőt. Sándorfi Balázs azt javasolta, ha valaki előre látja, hogy a moratórium végét követően sem tud fizetni, akkor az minél gyorsabban keresse meg a bankját és jelezze a problémát, illetve kérje a korábbi hitelszerződés módosítását. Aki ezt nem teszi meg időben, azon a pénzügyi szociális védőháló sem tud segíteni. Tovább csökkent a regisztrált álláskeresők száma. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a mélypont tavaly júniusban volt. Azóta 120 ezerrel mérséklődött az álláskeresők száma. Augusztusban csaknem 100 ezer üres álláshely állt rendelkezésre. A hónap végére ebből kevesebb, mint 60 ezer maradt betöltetlen. Eddig soha nem látott, különleges ritkaságokat is bemutat a Budapesti Történeti Múzeum megújított állandó kiállítása. A Vármúzeumban látható tárlaton a palota történetét ismerhetik meg a látogatók a középkortól egészen az 1960-as évekig. Ez a Szent István terem hatalmas kandallójának egyetlen megmaradt a teremből származó csempéje. Mindössze ez az egyetlen darab maradt fenn az egykori Szent István terem hatalmas zsolnai kandallójából. A felbecsülhetetlen értékű töredék óriási segítséget jelentett a szakembereknek abban, hogy pontosan rekonstruálni tudják a most eredeti formájában újjáépített Szent István terem kandallóját. A csempét az 1960-as években a palotán dolgozó egyik mérnök kislánya könyörögte ki az építési szemétből, és vitte haza, és őrizte meg, és tőle vásárolta meg a Budapesti Történeti Múzeum. A nagy közönség ezt a ritkaságot is most láthatja először. A Budapesti Történeti Múzeum ugyanis újra rendezte állandó kiállítását. A Vármúzeumban látható tárlaton a palota történetét ismerhetik meg a látogatók a középkortól egészen az 1960-as évekig. A kiállítás építészeti tervekkel, fényképekkel, szobrokkal és 3D-s animációkkal, valamint kalandos módon megőrzött berendezési tárgyakkal mutatja be, miként nyerte el mai formáját a főváros és az ország egyik legemblematikusabb épület együttese. Az elmúlt 8 évben, amikor a múzeum munkatársai intenzíven részt vettek a palota megújításának tudományos előkészítésében, egy csomó új tárgyra bukkantunk, egy csomó új dolgot megtudtunk a palota történetéről, és ezt szerettük volna a látogatóknak bemutatni. A közelmúltban végzett feltárások során előkerült például Erzsébet királyné egykori pihenőházának egyik darabja. Az oroszlán alakos kőfaragvány az épület egyik ablaka fölött helyezkedett el. A tárlat ezt is bemutatja, csak úgy, mint a királyi étkészlet egyes darabjait, vagy a barokk trónterem falképeit, amelyek a csodával határos módon maradtak fenn az utókor számára. Sajnos nem volt nagyon szakszerű az 50-es, 60-as években, amikor ezeket leválasztották falról, de legalább megmaradtak. Egyébként egy homorú felületen voltak, tehát nem is volt olyan nagyon könnyű leválasztani őket, és akkor úgy tárolták elég gondatlanul, hogy még több leválasztott falkép is volt. A földön voltak, volt, hogy belerugott valaki, volt, hogy ráesett egy födém, ami leszakadt közben, tehát alig maradt valami, és utána került a mi múzeumunkba, ez most Kiscellben volt, a raktárban, és most restauráltattuk az utóbbi években. A Vármúzeum munkatársai szeretnék, ha a kiállítás nem csak a magyar, de a külföldi látogatókat is közelebb hozná a magyar történelem egyik legfontosabb épületéhez. Emlékkeresztet állított a pilisi parkerdő az 52. eukarisztikus világkongresszus tiszteletére. A kereszt tölgy gerendából készült, 5 méter magas és több mint 3 méter széles. A keresztet a Budakeszi Angyalok királynéja templom mellett a Makkosi réten avatták fel. Törőcsik Mari és Jankovics Marcell előtt is tiszteleg az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 21-e és 26-a között 5 tematikus blokkban 70-nél is több frissen restaurált klasszikus filmet láthat a közönség. Olyan alkotásokat vetítenek majd, mint a Korda Sándor rendezte 1918-ban forgatott Aranyember, amit most digitálisan felújítottak.
Emellett az első magyar film a tánc születéséről készített animációs filmet, és egy különleges Magyarországon készült Lumière filmekből álló válogatást is műsorra tűznek. A vetítésekhez szakmai programok, előadások, könyvbemutatók, kiállítások és gyerekprogramok is kapcsolódnak. Híradónkat, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!